Űrhajósokat keresünk. A küldetés célja a 9. bolygó felkutatása. Ha úgy érzitek, hogy helyetek van a legénységben, akkor csatlakozzatok, és tegyétek magatokat próbára a klubban. Viszont még mielőtt szembenéznétek a küldetésekkel, még egy nagyon fontos feladat vár rátok. Iratkozzatok fel itt ránk YouTube-on, hogyha érdekelnek a hasonló videók. Ezen kívül nyomjátok meg a kis csengőt, ugyanis így értesülhettek majd a legújabb tartalmainkról. Ezen kívül megtaláltok minket Facebookon és még Instagramon is. A 2019-es Crew megjelenése óta több mint 10 nemzetközi díjat zsebelt be, például a Golden Geeket, a Kenner Spieles Jahrest vagy az Asdort. És most 2021-ben a Piatni gondozásában magyar nyelven is elérhető. A Crew egy kampány alapú ütős-vívős kooperatív társasjáték. 2-től 5 főig játszható, küldetésenként 20 percet fog igénybe venni, és 10 éves kortól már bátran ajánljuk. És nem csak a 9. bolygó rejteget izgalmakat, hanem szerintem a doboz is, szóval kukkancsunk is bele. A játékdobozban találtak egy szabályfüzetet, 40 darab nagyméretű kártyát, amiből 36 színkártya 4 színben, és 4 rakétakártyát, 5 nagy emlékeztető kártyát, 36 kisméretű kártyát, ezek lesznek a feladataitok, 16 lapkát, amiből 10 feladatlapka, 5 kommunikációs lapka, 1 segélyhívás lapka, 1 parancsnok jelölőt, és végül a hajónaplót. A Crew egy 50 küldetésen átívelő kooperatív kártyajáték, ahol is a hajónapló segítségével tudtok menni kampányról kampányra, mindegyikhez találtok majd egy színesítő szöveget, illetve ugye különböző modulokat fog behozni, és mindegyik küldetésnél változni fog majd a győzelmi feltétel is. A játékban minden küldetés úgy fog indulni, hogy a játékosok közt szétosztjuk ezeket a színes nagylapokat, és minden játékos fog választani majd a személyes küldetést is, amit neki kell elvinnie. Érdekessége a játéknak, hogy az ütős-vívős játékot kooperatívvá varázsolták. Viszont plusz nehezítésként behozták azt is, hogy egy körben a játékosok nem kommunikálhatnak egymással, csak ezekkel az apró kis tokenekkel. Amit még mindenféleképpen el szeretnék mondani, hogy a kiadó mennyire jól megoldotta, hogy sci-fi hangulatú játék legyen. Mind a grafikák miatt, mind pedig a hajónaplóban található színesítő szövegek miatt. És ha nem csak a 9. bolygó gravitációs ereje húz titeket, hanem a játék vásárlása iránti vágy is, akkor megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban, és sziasztok!